Magyar Keszin összegyűlt a falu apraja nagyja a hagyományszerűen megrendezett falunapon, amelyet a roma nemzetiségi önkormányzattal karöltve szerveztek meg idén is. Az elmúlt években sajnos a közösségünk kicsit széthullott, ugye, hogy nem lehetett rendezvényeket tartani, sem zárt körben, sem nyílt téren, és ezért a falunap nálunk egy jelentős esemény minden évben. Próbálunk úgy hívni fellépőket is, ami minden korosztálynak megfelel, legyen az gyerekműsor, vagy mindenféle olyan műsor, ami ugye leköti a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Minden műfajt próbálunk megtalálni, hogy mindenki kedvét lelje. A roma önkormányzatunk is egybe tartja a falunappal az ő roma napjukat, és ők is egy fellépővel szerepelnek. A fiataloknak, idősebbeknek próbálkozunk a hagyományőrzéssel, amit nyugdíjas klubunk is szokott képviselni, ők sütik a lángost, tehát ők adják, ők osztják, így segítve úgymond a közösségépítést, illetve a roma önkormányzat szintén ebből a szempontból főz, illetve mondhatom azt, hogy hozza az unokát a nagymama, hozza a szülő a gyerekét, tehát hogy igazából minden korosztály megtalálja a saját szórakozását ezen a falunapon. Illetve találkoznak azok, akik ugye messzebb laknak, de azért eljönnek a falunapra egy lángosért, egy közösségért, régi barátokért, osztálytársakért, illetve találkozni a falubeliekkel. A kulturális programokat a falunap alkalmával úgy állítják össze a szervezők, hogy minél szélesebb réteget szólítsanak meg vele. Így a délutánnal kezdődő és egészen a késő estében nyúló színpadi programok között minden korosztály megtalálhatta a kedvére valót. A gyerekeknek szóló műsorral kezdődött a falunap kulturális része, ami sok családot csalogatott ki a hűsfák árnyékában megbújó színpad elé. A fellépők között volt az Iregszemcsei Laguna Majoret csoport is, akiket mindig nagy örömmel fogadnak a településen. A színpad túlsó oldalán pedig a helyi futballcsapat várta a szurkolókat, akik Balatonszászó csapatával játszottak egy barátságos mérkőzést az idei falunapon. A rendezvény alkalmával persze éhesen sem maradhatott senki, a falunap elmaradhatatlan ételét, a magyar konyha hagyományos, lágy keltésztából készülő sült lepényét a település nyugdíjasai szervírozták nagy szeretettel. 30 kiló minimum, de ha nem lesz elég, akkor még teszünk hozzája, és adjuk a sajtot, tájföldrája. Emellett tartalmasabb egytálétel is készült, mint az előző években. Idén is a helyi polgárőr egyesület elnöke állt a bogrács mögé, hogy elkészítse a 250 adag babgulyást. 25 kiló hús van, disznóhús, 15 kiló csülök, amit előre megfőztünk, 12 kiló bab, zöldség, sárgarépa, zöldségzöldje, hát ami kell egy babgulyásba, 5 kiló csipkedett. Ez ugye két deka kell egy főre, és azért az öt dekát úgy számoltuk ki. Kenyér lesz hozzá, kis erős paprika, saját termelésű, általában törekszünk rá mindig, hogy saját termelésű anyagból dolgozzunk. Nyilván a hús nem az, de a zöldségek azok itt a környékben, itt az önkormányzat termeléséből vannak. Hát azt nem mondom, hogy tradíció, de nagyon régóta főzünk már itt, és nagyon sokszor babgulyást főzünk, szeretik is az emberek, keresik is az emberek a babgulyást. Ez itt 3-4 óra hossza maximum, de hát elő kell főzni a csülköt, amit tegnap a feleségem csinált meg. Össze kell szelni a húst, reggel keltem, fölkockáztam a húst, előtte a lányok megpucolták a zöldséget, sárgarépát, főszelték, hagymát, ilyesmit ők elintéztek, azt nekem nem kellett. Sok időbe telik, de én szeretem csinálni. A roma nemzetiségi önkormányzat pedig egy tradicionális étellel készült a rendezvényre. Ki ne szeretné a lecsót, ami ezerféleképpen kerülhet az asztalra. Az egyik legtartalmasabb változata a cigánylecsó, amelybe káposzta és hús is kerül. Magyar Keszin 50 kg hús felhasználásával készítették el ezt az ételt a helyiek nagy örömére.